Sziasztok, kedves barátaim! Gondolkoztam egy témán, amit szeretnénk ma mesélni. Múlt héten volt nők napja, március 8-án. Akkor ezen egy kicsit elgondolkoztam, milyen szerepet töltenek be a nők lelki életben, és nagyon jó kis dolgok jöttek eszembe, ezért ezzel kapcsán szeretnék mindenkinek minden jót kívánni, és sok lelki fejlődés minden nőnek, önismeretet és önmegvalósítást, és hogy legyenek jó a feleségük és jó anyák. És akkor elmondom egy pár érdekes dolgot, hogy nők nagyon komoly lelki szerepet szokták játszani, akár sok vallásban. Ugye, hogyha mi most megnézünk Jézus Krisztust, ugye az ő anyukája, Mária, milyen szent személy volt, hogy Isten rábízta a saját fiát, hogy megszüljen és neveljen. Ez egy nagyon nagy dicsőség a Máriának és minden nőnek, hogy vannak szent nők. Ugyanakkor ugye volt a Teréz anya, aki Kalkutába, Indiába élt, aki keresztény apáca volt, és személyek, akik vele találkozták, meséltek, hogy ez a szeretet, amelyiket ő osztotta mindenkinek, ez egy valamilyen elképzelhetetlen figyelem és szeretet volt. Szóval így láthatjuk, hogy a nőknek a szerepe nagyon-nagyon fontos. Sokszor vannak ilyen háborúk, hogy oké, akkor most egyenlők, nem egyenlők, akkor nőket próbálnak semmibe venni, és hogy mondjuk megalázni, kihasználni, de a nők nagyon komoly szentek tudnak lenni, és hogyha mi megnézzünk a védikus kultúrát, ugye Indiában volt egy szent, Bilvan Mangal Thakur, akinek az intelligencia teljesen ki lett kapcsolva, és ugye amikor a férfiaknak az intelligencia ki van kapcsolva, akkor nagyon-nagyon lefele fognak süllyedni, és semmi védelmet, biztonságot nem adnak másoknak, és ők teljesen le fognak ereszkedni állati szintre. És volt egy Csintámani, egy hölgy, aki segített neki bekapcsolni az intelligenciát, és utána Bilvan Mangal Thakur egy nagyon nagy szenttel vált. És mikor írta könyveket, könyvekben mindig írja, hogy általában az a kultúra, amikor írunk könyvet, akkor az elején meg kell köszönni a lelki tanítómesternek, hogy megköszönöm, mert az ő kegyéből, az ő tanítása, ők szeretett által írjuk most ezt a könyvet. Ott vagyok, ahol most vagyok. És mikor ő köszöni lelki tanítómestereknek, akkor ő a Csintámanit, azt a hölgyet is lelki tanítómesterként hálával említi. És ez egy nagyon csodálatos, és most is, hogyha megnézünk, valójában arányban a több nő törekszik a lelki fejlődésbe, mint férfi. Csak hogy bemegyünk egy jogára, és megnézünk a jogás stúdiókba, több nő jár, mint férfi, amikor van valami lelki előadás, több nő jön el, ami nagyon csodálatos, csak így tovább szeretnék bátorítani és megköszönni a minden nőnek, aki próbál értelmet adni a saját gyerekeknek, és vállalja a nehézségeket, hogy legyen jó feleség. Ez egy nagyon fontos, és azt kívánok minden nőnek, hogy legyenek erényesek, legyenek bölcsek, és mindig legyen kimeríthetetlen vágyuk önismeretre, önmegvalósításra, lelki fejlődésre. Köszönöm szépen, ezek voltak a mai pár gondolat, és további szép tavaszi napokat kívánok. Hare Krishna!